Szép estét kívánok! Önök kulturális magazinunkat, a Palettát látják itt a Fehérvár televízióban. Két érdekes összeállítással készültünk önöknek az elkövetkező közel fél órában. Klam háborúja címmel tanterem színházi előadással készül a középiskolák 11. és 12. osztályos tanulóinak a Vörös Marti Színház. A különleges darab rendezője Kolos István, az előadást Lábodi Ádám színművész játsza. Az osztályterem színház saját közegükben szólítja meg a fiatalokat, a művészeti programhoz a Székesfehérvári Tankerület is csatlakozott. Hol húzódik a határ az elvek és az emberség között? Morális kérdések, problémák, melyekről beszélni kell, és egy különleges műfaj, ami saját közegükben szólítja meg a diákokat. Ez a tanterem színházi előadás. Ha jól tudom, ez Németországban indult el, és ott egy nagyon bevett gyakorlat, hogy igazából az ifjúságot színházra szoktatás, de nem a hagyományos értelemben, hogy ők föl kell, hogy öltözzenek szépen, és akár szülőkkel, akár tanárokkal, vagy egymással bejöjjenek a színházba, hanem a színház megy ki hozzájuk, és ott megismertetni őket. És általában ezek sokkal személyesebb, sokkal maibb problémák, amikkel ezek a tantermi előadások foglalkoznak, tehát nem a klasszikus ilyen rendhagyó irodalomórákról van szó, amikor egy Rómeó és Júlia, vagy egy ember tragédiájának mondjuk egy keresztmetszetét adják elő színészek, vagy akár egy költő, vagy egy írónak a portréját festik le darab, illetve versidézetekkel, hanem ez egy önálló darab, ami kifejezetten egy osztályteremre íródott. Tehát az a helyszíne, a szereplői monodráma ugyan, mert az Ádám beszél egyedül, vagy nem, majd azt meglátjuk, amikor majd előadások lesznek, és a nézők azok pedig a egyben szereplők, mert hogy a tantermi diákok. Milyen eszközei vannak ilyenkor a rendezőnek? Hát az eszközeim az ugyanaz, tehát végig kell egy szereplővel elemezni a darabot, végig kell próbálni, rengeteg problémába ütközünk, hogy mit miért, mit hogyan, mi az a módszer, amivel azt a hatást érjük el, amit szeretnénk. Sok szempontból nehezebb, sok szempontból könnyebb, amikor ez egy ember, mert egy emberre kell fókuszálni, tehát az a fajta rendezői habitus, hogy az ember megpróbál minden szereplőnek a bőrébe belebújni, és mindenkinek az igazságát megkeresni, az itt egy emberre fókuszálódik, illetve ez sem igaz teljesen, mert azért, mint mondtam, van egy diákok is vannak, akik szereplők, még ha meg nem szólalnak meg, tehát az ő szempontjaikat is nekem folyamatosan figyelnem és észben kellett tartanom, de azért mégiscsak egy szereplő az, akivel igazán kellett foglalkoznom, viszont neki nagyon sokféle lelki fázisát éli át ennek a kudarcnak, ennek a próbálkozásnak, ahogy a diákokat megpróbálja meggyőzni, és ez mindig külön-külön nulláról indulva, mert nagy lélektani ugrások vannak a darabban, tehát nem egy lineáris folyamatról van szó, hogy elindul A-ból és B-be ér, hanem lelki, érzelmi és értelmi kilengések vannak. Minden jelenet itt kezdődik, a másik itt kezdődik, és akkor ezeket az Ádámnak, mint színésznek meg kell oldani, hogy kimegy egy pillanatra, vagy csak elfordul, és van egy fajta színházi jelzés, hogy most egy új jelenet kezdődik, és ott egy teljesen más ideg állapotban kell elkezdeni a jelenetet. Nagyon komoly morális kérdésekről, értékekről, érzelmekről szól a darab. Igen, igen, igen. Szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy vannak elveink, és hogy az elvek és az emberség az, amikor ütközik, akkor merre tesszük le a voksunkat, akár mint egyének, akár mint közösség. Azt hiszem ez az egyik legfontosabb kérdés, amit a darab boncolgat. Azt említetted, hogy volt már ugye kvázi egy főpróba. Hogyan működött az osztályteremben? Szerintem nagyon jól egyébként, nagyon érdekes volt. Volt például olyan, hogy egy másik osztályból benyitott egy gyerek, és akkor az Ádám rögtön tanárként reagált erre, és ettől az egész élő lett egy pillanat alatt, de ez mondjuk csak egy mellékszál. De volt bent körülbelül
egy 6-8 felnőtt, és egy teljes gimnáziumi osztály, egy érettségiző osztály volt bent, és nagyon érdekesen reagáltak. Tehát végig borzasztóan figyeltek, ami humora van az előadásnak, mert azért van időnként humora, is nagyon jól vették, és az utána való beszélgetés az pedig számomra nagyon-nagyon megnyugtató volt, hogy pontosan annyira megosztóan reagáltak arra, hogy kinek van igaza, hol követődnek el bűnök, hol követődnek el vétségek, hol nem figyelnek egymásra az emberek. Ez pont úgy jött ki, és olyan viták alakultak ki ebből, amit én szerettem volna, hogy ez legyen. Mert hogy nem meg akarjátok mondani, hogy ki mit gondoljon? Hát nem. Nem. Föl szeretnénk dobni egy problémát, és azt szeretnénk, hogyha erről beszélgetnénk ott rögtön közösen az előadás után is, és hogyha ezt tovább viszik magukkal a diákok, és még tovább beszélgetnek róla, és még tovább gondolkoznak rajta, az szerintem a legtöbb, amit elérhetünk. Az ötletgazda Lábodi Ádám, a Vörösmarty Színház színművésze. Ahogy a történetet megismerhettük, ez egy nagyon inspiráló, ugyanakkor nagyon nehéz feladat is lehet a színész számára. Hogy zajlottak a próbák, illetve hogy tudtad magadba ezt az egészet helyre tenni? Tudtam azt, hogy mire vállalkozom ezzel a darabbal, mert is ismertem már korábbról a darabot. Nem zajlott semmiképpen más, vagy nem zajlott nagyon más, hogy mint egy bármilyen másik próba folyamat. Itt nyilván az, hogy van egy elég tetemes mennyiségű szöveg, amit majd egyedül kell elmondanom, és annak a megtanulása az egy feladat volt. De maga az anyag, ugye ez egy német szerző, tehát picikét jobban megjelenik abban az anyagban a német iskola rendszernek a sajátosságai, akár az osztályzatoknak a különbözősége, mint nálunk. Úgyhogy ezeket picit át kellett írni, át kellett fogalmazni magyar környezetre. És ez alatt, tehát rengeteget kell, ilyenkor az ember elemez, ülünk, hosszasan ülünk, és olvassuk a szöveget, bogozzuk ki, megpróbáljuk kibogozni azt, hogy mi van ennek a mélyén, mi van a hátterében, hogy itt most a kettő monológ között mennyi idő telhetett el, 2 hét, 1 nap, 3 hét, vajon már iratott-e korábban velük dolgozatot, stb. Egy csomó megfejtendő titok van benne, amiket nekünk meg kell fejteni, és miközben ezzel az ember foglalkozik nap mint nap, már alakul ki benne egy kép arról, hogy milyen lehet ez az ember, mi lehet az ő baja, mik lehetnek az ő jellemvonásai, és aztán az ember elkezdi pontosítani a szövegtudását, és monológonként, vagy részenként, hogy ez 10 különálló rész, vagy lehet mondani, hogy 10 monológ, mi úgy gondoljuk, hogy ez körülbelül olyan szeptember vége, október elejétől tarthat, körülbelül áprilisig a történet ezzel az osztállyal. Úgyhogy ezekkel elkezdünk foglalkozni, és kitalálni a formáját, azt, hogy megkeresgélni hozzá a lelkiállapotokat, és keresni leginkább az igazságát ennek a tanárnak, akinek rengeteg hibája van, biztos, hogy rengeteg hibája van, de van igazsága is. És én nekem muszáj azt képviselnem. De ugyanakkor megmutatni a hibáit is. Ez egy kőkemény kérdéseket is feszeget ez a darab, nem? Ez egy érdekes szituáció, és azért kőkemény élethelyzet, amikor valaki egy egyes vagy egy buktatás miatt mondjuk öngyilkos lesz. Tehát akár a tanár számára is, nyilván ez a lelkiállapot, amit említettél, meg hát nyilván a közösség számára is. Így van. Nekem gimnáziumban volt egy osztálytársam, aki erre vetemedett, nem sikerült neki. Nagyon közel álltunk egymáshoz, és én pontosan a mai napig emlékszem arra, hogy amikor fölhívott telefonon, hogy ő ezt csinálta, vagy erre készül, hogy akkor én mit éreztem, és hogy a város másik felén voltam, és hogy próbáltam meg oda rohanni. Természetes, hogy ez az öngyilkosság az egy nagyon, nagyon súlyos és nagyon komoly téma és probléma. Szerintem egyébként talán annyira nem jellemző, de bármikor előfordulhat, és soha nem lehet tudni azt, hogy mi váltja ki. És ugye hányszor van az, amikor
hogyha mondjuk a környezetünkben ilyen történik, és akkor azt mondjuk első körben, hogy hát ezt senki nem gondolta volna róla. És ez benne a legveszélyesebb egyébként, hogy nem tudhatjuk soha azt, hogy egy emberben legbelül mi bujkál, annak mi az oka, és hogy ezt hogy lehet egyáltalán föltárni, segíteni rajta, stb. Itt ezen már segíteni nagyon nem lehet, mert ugye itt a darab folyamán ez már megtörtént ez a dolog, és itt ennek a következményeit boncolgatja a darab. Ami abból a szempontból érdekes, hogy ez ellen a tanár ellen egyébként nem indult eljárás. Tehát ez megtörtént, valószínűleg eltelt egy nyári szünet, és kezdődik a következő év, és ő kap megint egy érettségiző osztályt, akik mondjuk emelt szintű érettségit szeretnének tenni magyarból, és akkor ennek azoknak a diákoknak ő a tanára. És aztán betalálják őt a diákok ezzel a múltbéli eseménnyel, a közel múltbéli eseménnyel, és egyszerűen szembesülnie kell azzal, hogy ez van, nem mint hogyha nem szembesült volna vele. És ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy nyilvánvalóan benne van a tanárban, hogy ez történt, de az, hogy ennek vajon ő volt valóban az oka, mivel búcsúlevelet nem találtak a srácnál, stb. Szóval, hogy még mondom, nem is indult ellene eljárás, de attól függetlenül ez ő benne biztos, hogy ott él. És próbál, és nyilvánvalóan küzdik vele. És eltelik egy nyár, talán próbál nem gondolni rá, és aztán most bejön, és eltelik pár hét, és kap egy levelet, aminek a tartalma nem ismert. Tehát például ez is a darabnak szerintem egy nagyon zseniális része. Következtetni lehet rá, hogy milyen stílusban és milyen vádakkal illetik ezt a tanárt a diákjai. És innen indul egy ilyen hosszas kanossza. Nagyon szeretem, hát borzasztó jó cucc. A program jól illeszkedik a Vörösmarty Színház fiatalokat megszólító Atlantis programjába. Nem szeretnék úgy tekinteni a jövő fiatal generációjára, mint Atlantisra. Nem szeretnénk, hogyha a jövő nézői generációja az érdektelenség, vagy a mi nem megfelelő közelítésünk miatt elmerülne az ismeretlenségbe, és tulajdonképpen a színház néhány évtized múlva közönség nélkül maradna. A Klam háborúja című tanterem színházi előadás a középiskolák 11. és 12. osztályos tanulóinak készült. A Vörösmarty Színház művészeti programjához csatlakozott a Székesfehérvári Tankerületi Központ. Ami engem megragadott, amikor először találkoztam ezzel az elképzeléssel, az valóban az, amit az előttem szólók már részletesen kifejtettek, tudnillik, ez az az életkor, a 11-12-es évfolyamok diákjai azok, akik etika tantárgyi óráján is részt vesznek, és olyan morális kérdésekkel kell fiatal felnőttként 17-18 éves korukban szembesülni, amely szervesen illeszthető ehhez a darabhoz. A részvételre a színház és a tankerület közös pályázatot hirdet a középiskolák 11 és 12-es osztályközösségei számára. Fotóval és plakáttal lehet pályázni, ami az osztályközösséget vagy a tanár-diák viszonyt mutatja be. December 18-ig várják a pályamunkákat a pályázat@vörösmartyszinház.hu e-mail címen. A Magyar Identitás Kárpát-medencei megőrzésért dolgozók java is megtisztelte Székesfehérváron az Összmagyar Diákbajnokság döntőjének rendezvényét. Az Aranycsapat Alapítvány idei találkozójára 250 erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvidéki fiatal érkezett városunkba. Kárpát-medencei fiatalok töltötték meg a Városháza dísztermét pénteken. A hétvégén Székesfehérváron tartották a 13. Összmagyar Diákbajnokság döntőjét. Varga Tamás honvédelmi államtitkár Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, a találkozó a közös nemzeti jövőépítés alapja.
azt gondolom, hogy jelképes és nagyon fontos üzenete van annak, hogy annak a napnak az estén nyitjuk meg ezt az összmagyar diák eseményt, amelynek napnak a délelőttjén a Magyar Állandó Értekezlet ülésezett, ahol a magyar kormány, a magyar pártok találkoznak a határon túli magyarság képviselőivel, Felvidékről, Erdélyről, Vajdaságból, Muraközből, Horvátországból, tehát mindenhonnét. És ott elhangzott egy nagyon fontos mondat, hogy az elmúlt 7 évben minden, amit tettünk, az a nemzetegyesítésről szólt. És most, hogy a nemzet közjogilag is, és lélekben és szellemileg is egyesült, a következő évek feladata a nemzetépítés lesz. És ez kezdődik most itt Fehérváron, ugyanaz összmagyar találkozók folytatódnak, hiszen ez már a 13. De itt a fundamentumok, az alapkövek letétele zajlik. Három nagyon fontos pillért tesz le ez a háromnapos találkozó: a sport, amely kitartásra, állhatatosságra nevel, edzi a testet, hogy a test a szellemi értékek befogadására alkalmas legyen, a történelemmel a hagyományainkat és a múltunkat ismerjük meg, és a harmadik nagyon fontos, ami összeköt minket, és ami közös bennünk, az a magyar nyelv, hiszen a másik fontos mondat, ami elhangzott, amit Orbán Viktor miniszterelnökünk megfogalmazott ma is, és már Kolozsváron is, hogy a Kárpát-medence jövője magyar nyelven íródik. És a nemzetegyesítéssel és a nemzetépítéssel talán a határon túli magyarság kifejezést is azt hiszem, hogy meghaladtuk, és kárpát-medencei magyarokról beszélhetünk, hiszen egyesült a nemzet, amelyhez természetesen a Kárpát-medencén kívül a diaszporában élő magyarokat is beleértjük. Cserpakovics András polgármester megnyitó beszédében reményét fejezte ki, hogy az ország történelmi fővárosában szerzett élmények segítenek abban, hogy az ifjú nemzedék tovább vigye őseik hagyatékát. Érzem, hogy ez egy missziós tevékenység az alapítvány részéről, és azt gondolom, hogy ilyen nemzeti kérdésben folytatott missziónak Székesfehérváron helyet kell, hogy adjunk, hiszen valóban a nemzettörténelmi fővárosakért mi felelősséggel bírunk, nem csak az itt élő emberekért, hanem azt gondolom, hogy összmagyarság ügyeiért is. Ez történelmi küldetésünk és kötelezettségünk, és mibe testesedhetne ki jobban, mint hogyha nem a fiatalokra, a gyermekekre gondolunk. Ezért örömteli az, hogy több mint 250 fiatal érkezett a Kárpát-medencéből, olyan magyarok, akik határon túlélnek, akik ismerik a magyar történelmet, tudják Fehérvár szerepét, és összemérik tudásukat négy sportágban, illetve történelemben és irodalomban. De emellett én bízom benne, hogy nagyon jól is fogják magukat érezni itt Székesfehérváron, sok élményt fognak magukkal elvinni, és hogy ez mennyire misszió, azt jól jelzi a program. Nem csak az, hogy itt a Városháza dísztermében köszönhetjük őket, mindegy, megnyitva ezt a több napos rendezvényt, hanem ők el fognak zarándokolni a nemzeti emlékhelyre is, ami pedig nemzetünk bölcsője, országunk bölcsője, és azt gondolom, hogy a közös kultúránk, közös történelmünk egyik legfontosabb szent helye. Külajos, az Aranycsapat alapítvány elnöke, az összmagyar diákbajnokság megálmodója hitet tett amellett, hogy a találkozó egyben a határon túli nemzetegyesítés példája is. Hihetetlen boldog vagyok, szépséges szülővárosomba kérem elhozni ezt a fantasztikus mozgalmat. A helyzet az, és az igazság, hogy itt kezdtünk labdarúgással, tehát kinti sportága, és utána ide tértünk vissza 14 évre rá, kérem, a teremsportokkal. Csodálatos érzés, és tényleg hát az ember itthon van, királyok városába, és hát én gondolom átérzi mindenki, aki ide jön, de aki nem érzi át, azzal megpróbáljuk megértetni, hogy tulajdonképpen szent földön jár. Az esemény díszvendége Wittner Mária, az 1956-os forradalom legendája, példaértékűnek nevezte a programot, amely megerősítést nyújt a jövőnek is. Ne csak nyelvébe legyen magyar az ember, hanem szívében is. Mert az, hogy a nyelvet beszélem, az egy dolog. De ha a szívem nem azonosul az anyanyelvemmel, akkor ott baj van. Nagyon nagy baj van. Egyébként én már voltam egyébként a Fradi pályán fejeződött be a foci, a Kárpát-medencei foci dolog.
és nagyon jó szolgálatot tett az a zászló, amit ott aláírattam, mert az ment a tajpani süket néma vízilabdások olimpiájára, és ennek ott van értéke, a másikat pedig a nyertes foci csapat, akkor Kárpátalja nyert, és ő kapta meg. Úgyhogy vannak ilyen emlékek, amik belesimulnak az ember életében, de el nem feledhető. Wichmann Tamás a kajakkenu koronázatlan királya is elkötelezettje az összmagyar találkozónak, amely az építkezés alapja. Maga az alapítvány az nyilvánvaló, hogy arra jött létre, hogy a gyerekeket, határon túli gyerekeket megismertessük hazánk nevezetességeivel, és többek között itt vagyok, mint nevezetesség. De ez csak a viccet réfa, de tényleg az, hogy az együvé tartozásnak egy jelentős értéket tudjunk adni, és érezzék azt, hogy van, ahol szívesen látják, van, ahol érdeklődnek utánuk, és ahol a tudat, a nyelv használata, az a fajta belső érzés, ami minket együvé varázsol, azt egy kicsit ápolni. Egy kicsit úgy ápolni, hogy legyen közte megismerés, hiszen sokszor a mi gyerekeink sem tudják. Én magam is úgy voltam vele, hogy nem emlékeztem, vagy nem tudtam, hogy a határ túloldalán 1000 vagy 800 kilométerrel még a magyar területek vannak, és aztán felnőtt koromban tapasztaltam, hogy Erdély túlsó végén, a gyimesekben, hát úgy beszélnek magyarul, mint itt nálunk. A felvidékre fölmegy az ember ott is, és amikor Mátia Jubekkal dolgoztunk közösen, akkor hát boldogan tapasztaltam, hogy a délvidéken szót értettem az ottaniakkal, és ez nagyon felemelő volt. De sokan nem tudták, a mi korosztályunk ugye ennek hiányát szenvedte, hiszen nagyon el volt hallgatva az a magyar történelem, amit ugye Trianonnal ugye hát megfosztottak bennünket ettől a közös értéktől, az közös tulajdonságainktól. És ha akárhogy is van, de igyekszünk ezt ápolni, újra fenntartani, járni az elszakított területek városait, falvait, a gyerekekkel beszélni, igazgatni az ő kis életüket. És nagyon, én úgy gondolom, hogy ez egy kedves és hasznos délután lesz a holnapi, illetve a holnap utáni, a vasárnapi is, ahol a gyerekek megismerhetik koronázó városunkat, és hát együtt fognak beszélgetni az itteniekkel, a határon túliak, a Kárpátalja, a délvidékkel, és természetesen az erdélyek, mondjuk az felvidékiekkel. Én nagyon bízom benne, hogy jól fogják érezni magukat, és nem állunk le, úgyhogy folytatjuk tovább ezt a úgymond nemzet egyesítést, és ez egy nagyon szép feladat, én úgy érzem. Öreg apám, ne töl Isten, édes apám, nem becsültem, édes anyám, hol tanultam a magyar nyelvet én. Tolsvai Béla, a magyarság őszbehajló dalnoka számára minden egyes pillanat fontos, amely az összetartozás misztériumáról szól. Nem is tudom hány éve már, hogy Kül Lajos megtalált engem, hogy határon túli fiatalokat hoz össze bajnokságra, fotballbajnokságra. És hogy én jöjjek oda, és amikor a kezdőrugás van, akkor egy ilyen szemüveges gitáros kezdődj el a meccse. Onnantól kezdve ott ragadtam, de nem csak ott, hanem magában a Magyar Aranycsapat alapítványban,
a régi nagy focistáktól kezdve a magyar olimpikonok, akik dicsőséget hoztak Magyarországnak, azok között ülhettem egy asztalnál mindig. És akkor vállaltam el, hogy ha vannak ilyen rendezvényei, akkor mindig eljövök. Olyan dalokat énekelek, amiben a magyarság tudatra odafigyeltetem azokat, akik esetleg az egész földön akarnak élni, és nem azon a helyen, ahol születtek. Én odafigyeltetem a gyerekeket, hogy nagyon-nagyon használják az édes anyanyelvüket, és soha se felejtsék el a szülőhelyüket. A kétnapos vetélkedés bizonyította, az új generáció fiataljai érdemesek arra, hogy tovább erősítsék a magyarság identitását szerte a Kárpát-medencében. Lesz még kulturális téma ma este, 4-9-től a Szeuzókedv legutóbbi beszélgetését láthatják nézőink, Paletta magazinnal pedig egy hét múlva a szokott időben jelentkezünk legközelebb. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!